Roham volt ma a virágboltban, majdnem tragédia, udvari vécén szülte meg gyermekét, Mándoki Kongúr István születésének évfordulójára emlékeztünk. Stúdiónk vendége volt Sári Kovács Szilvia, alpolgármester. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. március 8-án 18 óra 5 perckor. Március 8-a a Nemzetközi Nőnap ünnepe. Még tartja magát az a hagyomány, hogy ezen a napon a férfiak virággal ajándékozzák meg édesanyjukat, feleségüket vagy barátnőjüket, női kollégáikat. Ennek köszönhetően idén is Roham volt nőnapon a virágboltban, városunkban is. Édes virágillat lengi be ezt a helyi virágboltot a férfiak nagy örömére. Hiszen ma nőnap van, és minden férfinak vannak számára fontos női ismerősei, családtagjai, akiket ezen a napon virággal szeretnének felköszönteni. Sokan azonban az utolsó napra hagyták a virágvásárlást, ezért Roham volt ma a virágboltban. A virágüzletekben sokkal nagyobb a forgalom nőnap alkalmával, már előtte egy héttel készülődünk. Ugye folyamatosan jöttek a virágok, hosszított nyitvatartással voltunk a mai napon nyitva, már reggel 5 órakor mi jöttünk ugye dolgozni, és késő estig maradunk. A tulajdonostól azt is megtudtuk, hogy nem csak az erősebbik nem tagjai fordultak meg szép számban a mai napon, hanem nők is, hiszen a legkényelmesebb férfiak a feleségüket küldték el saját maguknak megvenni a virágot. Igazából a kilincset adták egymásnak a fiúk, férfiak, de voltak azért hölgyek is, mert ugye sokan elküldik a feleségüket, barátnőjüket, hogy vegyenek virágot. A virágbolt tulajdonos azt is megosztotta velünk, hogy milyen virágokat vásároltak leginkább nőnapra. Legfőképpen a szálas virágok a jellemzőbb, meg azokból is adtunk el most a legtöbbet. Ezen belül inkább a szegfű tulipán, ugye amiket visznek szomszédnak, kolléganőnek, rokonoknak, és akkor feleségnek, édesanyának meg inkább nagyobb csokrokat. Vagy cserepes virágot, amiből legfőképpen jácintot adtunk el nagyon sokat, és egy pár darab nagy cserepes virágot is azért adtunk el. Megkérdeztünk egy helyi fiatalembert, hogy ő milyen virággal szokott készülni szeretteinek nőnap alkalmából. Páromnak rózsacsokorral szoktam, anyukámnak tulipánnal, mert az a kedvenc virága, nagyszülőknek pedig egy kis évelő növénnyel. Kedves ünnep a nőnap! A virágbolti nagyforgalom azt bizonyítja, hogy a karcagi férfiak nagyon figyelmesek, igyekeznek, hogy megemlékezzenek róla legalább egy szál virággal. Aki azonban nem szereti a sorban állást, vagy aki a párját küldeni el virágot venni ezen a napon, jobban teszi, ha jövőre korábban gondoskodik a virágok beszerzéséről. Egy kertes családi ház udvari vécéjében szülte meg gyermekét egy nő kisújszálláson. Az egészséges csöpség azonban a születés során beleesett az emésztőgödörbe, de a csodával határos módon nem történt tragédia. A helyi önkéntes tűzoltók szabadították ki, majd a mentők kórházba szállították. Felkavaró tudósítás következik. Egy udvari vécéből mentettek ki egy újszülött kisfiút a tűzoltó kisújszálláson, közölte a kisújszállási önkormányzati tűzoltó parancsnokság. Közleményükben azt írták, hogy egy nő udvari vécében szülte meg gyermekét, az újszülött a megszületése után a vécébe esett. A mentés során a tűzoltók a vécét megbontották, és körülbelül 1 méter mélyről mentették ki a kisfiút, azonnal megtisztították a légutait, majd őt és az anyját is stabil állapotban szállították kórházba. Kérdezzük a helyieket, akik felháborodásukat fejezték ki az eset kapcsán. Nem hiszem el, hogy nem voltak neki fájásai. Orvoshoz vagyok. Mentőt hívni egy gyereket így, meg remélem elveszik tőle. A gyerek jó helyre kerül. Kívánom a gyereknek, hogy egészséges maradjon. Hát a nő még döntsön önmaga, hogy a lelki ismerete mit enged meg magának. Azért megszülni egy gyereket, ott van a köldögcsatorna, vagy a köldögzsinór.
azt hogy oldotta meg, vagy tehát az véleményem szerint nem akarom megbántani, mert azt sem tudom, hogy hol lakik, meg láttam az újságban a lakást, hogy lehet ilyet megtenni egyáltalán. Tehát kimondottan elítélem. A Jászlajkun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság televíziónkkal közölte, hogy emberülés kísérletének gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen. Mándoki Kongúr István születésének 80. évfordulójára emlékeztünk városunkban. A Mándoki Kongúr István emlékműnél civil szervezetek, magánszemélyek, politikusok mellett az azerbajdzsáni és a kazasztáni nagykövetség is képviseltette magát. A nagykunság fővárosában azon a helyen gyűltünk össze, azok az emberek gyűltek össze, akik emlékeznek az őseikre, emlékeznek azokra az emberekre, akik nem hagyták el a múltat, nem hagyták el az ősöket, nem hagyták el a hagyományt. Most a világnak egy kicsi erőközpontja lett itt Karcagon. 1963 és 1968 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre járt. Már egyetemistaként a kun nyelv emlékek kutatásával foglalkozott. Nem csak a turkológia, a honfoglalás előtti török vonatkozások és a magyar őstörténet is foglalkoztatta. Kiváló nyelvérzékének köszönhetően irodalmi szinten beszélt kazahul, törökül, közel 20 nyelvet, illetve nyelvjárást beszélt. Kun származása okán korán felébredt benne az érdeklődés a törökség iránt. Elmondása szerint az első török nyelvkönyvet Szűcs Sándor múzeumigazgató adta a kezébe, akit egész életében megőrzött szeretetében. Gimnáziumban nem járhatott osztályidegen Kulák édesapja miatt, aki mellesleg sokat zaklattak az 50-es években a Rákosi rendszer helyi vidékjei, és aki korai halálát is annak köszönhette. Helyette járt a mezőgazdasági technikumban. Szabad idejében gyakran látogatta a humadarasi szovjet laktanya katonáit, akik között hamar fellelte a kazak és krimitatár nyelvű kis katonákat. Beutazta az egész türk világot, kutatott Baskíriában és a Volga mentén. Gyűjtéseiről gyakran írt és publikálta Jászkunság című folyóiratban álnéven, Bektúr Andrásként. 1981-ben készült el a Kun nyelv magyarországi emlékei című kandidátusi tudományos értekezése, amely eddigi kutatásainak legfontosabb eredményeit tartalmazza. Mándoki Kongúr István úttörő szerepet töltött be a magyar kazak, a magyar-türk kapcsolatok kiépítésében. Munkájának köszönhetően az ország keleti nyitás politikája is felértékelődött, melyben a tudományos, az oktatási és kulturális kapcsolatok is fokozatosan erősödnek a közép-ázsiai térséggel. Többek között az ő megkezdett munkájának is köszönhetjük Karcag, kazak testvéreinkkel való még szorosabb kapcsolatát. 1992. augusztusában, mindössze 48 éves korában az oroszországi Mahacskalában hunyt el. A Kegnesai temetőben helyezték öröknyugaromra, szülővárosa emlékművet állítatott számára, Györfi Sándor szobrász művészalkotása a Györfi István Múzeum mögött áll. Stúdiónk vendége volt Sári Kovács Szilvia alpolgármester, akivel a Legszebb Konyhakertek program idei folytatásáról beszélgettünk. Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Sári Kovács Szilvia, alpolgármester asszony. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Alpolgármester asszony, köztudott, mindannyian tudjuk, hogy ön a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertje programnak a vezetője, programigazgatója, kitalálója, ötletgazdája, és évek óta vezeti ezt a megmozdulást. A tavalyi év 2023-as évet hogyan értékelné a Konyhakertek tájékán? Hát ahogyan az eddigi évek, a 2023-as év sem volt könnyű. Éppen az alapokban gondolkodtam el azon, hogy 2012-2013 óta, mióta országos díjas lett a Legszebb Konyhakertek program,
Melyik évben tudtam volna elmondani, hogy könnyű év volt, illetve melyik évben nem mondtam el azt, hogy nehéz évünk volt. Tehát minden évünk így telik el, hogy nehéz évünk volt. Ez egyik ezért, a másik azért. Mindig nehézséget okoz nekünk az időjárás, de mint mindig a kertesek ezekkel is szembe tudnak nézni, és le tudják győzni ezeket a nehézségeket és akadályokat, a kihívásoknak eleget tudnak tenni. 320 településről 256 nevezőnk volt. Ami érdekes volt, hogy a kevesebb, a tavaly előttihez képest a kevesebb kertnevezés mögött sokkal több kertművelő volt. Egészen pontosan 38 ezer, rögtön puskázok egy kicsit, hiszen kiírtam magamnak, 38.176. És ami az érdekes, hogy ezek közül 31.217-en 20 év alattiak. Ezen a számon én nagyon megdöbbentem, és nagyon örültem, hiszen a programnak az egyik lényege, hogy a fiatalokat vonjuk be a kertészkedésnek, és az tapasztalt kertművelők, az idősebb korosztály generáció tudja átadni a tapasztalatokat, a tudásokat a fiatal generációnak, akár egy óvodás, iskolás kisgyereknek is. És én úgy gondolom, hogy ezzel úgy ezt úgy kipipálhatjuk, hiszen ez megtörtént. És tényleg ebben az évben elmondhatjuk, hogy rekordszámú, most már bölcsöde és óvoda jelentkezésünk volt. Magánkertesek közül szinte az összes zöme 80% óvoda volt és iskola volt. Az iskolában azért nem annyira népszerű, illetve megoldható a konyhakertészkedés, de az óvodák szinte szárnyalnak most a konyhakertészkedés terén, és tényleg gyönyörű óvodákat láttunk. És én ebben az évben igyekszem minél többet meg is nézni, hiszen az elmúlt év ez valahogy nem volt ehhez alkalmam, és nem volt erre szerencsém, és szeretném, hogyha most ez így másképp lenne. Az év kihívásának mindenki eleget tett, és én úgy gondolom, hogy ez így lesz majd ebben az évben is. Nagyon szép kerteket láttunk, bár féltem attól, hogy a szárazság a nehéz év miatt rengeteg kártevő volt. Hozzá kell tenni, 2023-ban nagyon sok kártevővel kellett harcolnia a kerteseknek. Olyan kertben is előfordultak poroskák, ahol eddig még nem volt. Ahol már elmentek a poroskák, oda megint visszatértek. Tehát tényleg egy nagy kihívás volt ez a kerteseknek, és én féltem attól, hogy kevés lesz az országos díjra jelölés. És ennek ellenére bizony nagyon szép számmal 79 településről 154 kertet neveztek a települések, illetve neveztem én a magánkertesek közül, akiket minden évben én nézek meg, én tekintem át az anyagukat, az értékelő lapjaikat, és én nézem át a fotóikat is. Nagyon sok szép kert volt, és én úgy gondolom, hogy megint nehéz dolga volt az országos zsűrinek. Ahogyan minden évben megszenvedünk a zsűrizéssel, itt is szinte fej-fej mellett voltak a kertek, és ahogyan eddigi években is már bevezettük, most is úgy kellett tennünk, hogy bizony figyeltünk arra, hogy ki volt az, aki tavaly egy hajszállal lemaradt az országos díjról, és akkor őt most előnyben kellett részesítsük, hogy igazságosak legyünk. És így aztán 27 településről 31 országos díjat osztottunk ki, és nagyon örültem, amikor Csontos Lajos és felesége kertje második alkalommal megújító díjas lett, országos díjat kaptak. Nárudvaron volt az ünnepségünk, igazi mennybe menetele volt a kerteseknek, hiszen nagyon-nagyon messziről, Dunántúlról, tényleg több száz kilométerről érkeztek, Gutorföldétől kezdve mindenhonnan a kertesek. Nem volt határon túli, vagy a határon túli településünk is volt, tehát nem volt akadály még a határ sem ahhoz, hogy valaki megjelenjen az országos díjkiosztó ünnepségen. És terménybemutatót is tartottunk, ahogyan a karceg eredményhirdetésen is tettük. Hát az egy leírhatatlan élmény volt, hiszen mindenki hozta a kis kincsét, amivel büszkélkedhet, és minden volt. Lekvár, befőtt, ecet, pálinka, bor, tehát tényleg minden, amit el tudunk készíteni, vagy el tudunk képzelni, és amit lehetett készíteni ezekből a terményekből, és ami a nagyon-nagyon szép volt,
a Nemzeti Diverzitás és Gémmegőrző Központ egy magbemutatót tartott. Egy hatalmas, hosszú, 10 méter széles, hosszú asztalon olyan magok voltak, amiket még az én tapasztalt kerteseim sem láttak életükben soha. Uh-huh. És akkor elindult a párbeszéd közöttük, és nyilván ők azért tapasztaltak, hiszen mindig az ő általuk, a Gémmegőrző Központ által felajánlott magcsomagokat kapják ajándékba, és most egy külön élmény és öröm volt számukra, hogy azokkal az emberekkel beszélhettek, akiktől az értékes és mindig kikelő és mindenben kikelő magokat kapják. És annyira szoros párbeszédet folytattak, hogy alig tudtunk csoportképet készíteni, hiszen mindenki a szakmával volt elfoglalva. Tehát igazán egy nagyon-nagyon felszabadult, jó hangulatban telt ünnepség volt, ahol mindenki tudott egymással beszélgetni, és a nagyon messzire jött emberek szinte úgy üdvözölték egymást, mintha mindig is kapcsolatban lettek volna. És én biztos vagyok abban, hogy nagyon sok barátság szövődött közöttük olyan, ami azt jelenti, hogy tartják a kapcsolatot később is, tapasztalatokat cserélnek, akár magukat is küldenek egymásnak. Úgyhogy én úgy mondom, hogy ez egy nagyon szép ünnepség volt. Hasonlóan a karcegi, az a karcegi is nagyon szép rendezvény volt. És Bia Torbágyon egy délelőtti és egy délutáni időpontban ünnepeltük azokat, akik az országos díjról egy hajszállal lemaradtak, de országos díjra jelöltek voltak. Itt is volt terménybemutató, itt is hasonló, úgymond mennybe menetel volt, hiszen nagyon nagy boldogság volt számukra, hogy őket is megünnepeljük, és együtt lehettek, egy picit kiszabadulhattak a hétköznapi forgásból, darálásból, és barátságot tudtak kötni, a generációk tudtak egymással találkozni. Én úgy gondolom, hogy ezeket a rendezvényeket minden évben muszáj megtartani, hiszen ez a lényege a programnak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Nézzenek bennünket a jövő héten is. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!